minden, ami érdekes. Politika, botrány, Dunapati, Dumapati, bulvár, pletyka, sztárhegyek. Ez a heti hetes. Heti hetes. Heti hetes. A fekete leves. Heti hetes. Jó estét kívánok mindenkinek, oda az a képernyők előtt, és itt a stúdióban egyaránt ez a heti hetes, az RTL Klub szombat esti műsora. Igen, rossz a fűtés. Fél az éctől. Csak óvszerbe jön be, hát. Hány éves a legkisebb néző? Nincs nálad egy ilyen fedél nélkül című újság, mert ennél kedve. El tudom képzelni, hogy a 10 millió magyar, 5 millió nő közül egy lesz, aki szexuálisan rád cuppanba. Azt most nem írom le, hogy milyen az illetőnek. Ja. Jó estét! Iszonyatosan frusztráltá tett ez a 6 darab kopasz itt körülöttem hétről hétre is. Nem, ez jó. Mi maradtál a festen, akkor gondoltak az a pubuklinak hívra. Én kérhetek valamit a nézők nevét. Tedd vissza inkább. A Sámson is így vesztette el szegény az erejét. Nehezen megzavarod a jelőt nagyon. Idegen szavakkal Sámson. Hát. Az Antarktisz, ha a pingvineknek 5 méterrel... 5 méterre ember... Gyerek megy az utcán, azt mondja, bácsi kérem, nem tudja, hol van a dadogósok iskolája? Aztán minek? Hát te elég jó dadogsz, minek elmesztem? Az Antarktisz, ha a pingvineket 3 méterre ember közelíti meg, az állatok pulzusa 52%-kal felgyorsul. Ha Pesten velem szembe jön egy pingvin, nekem is fölmegy a pulzus. Valamikor a háború után, amikor újra indultak a lapok Magyarországon, a vidéki lapok, és még nem volt telex összekezetés, nem voltak hírügynökségek, újságírók egymásnak diktálták a híreket, az egyik ült a gép mellett, a másik diktálta, ami éppen eszébe jutott. Na, akkor voltak ilyen hírek a lapokban. Bár lehet, hogy a gépelőnek egy világosabb pillanatában eszébe jutott, hogy te Józsi, hát mi az Isten keresne valaki az Antarktiszon csak azért, hogy idegesítse a pingvineket? Én ezeket szerintem te találod ki, ezeket a híreket, ez nem. Egyáltalán... A pingvinek azok nagyon kulturált állatok, mert a pingvinek jönnek egymással szembe két pingvin csapat, akkor így köszön. Nem úgy, mint a parlamentben a ellenzék és a koalíció, mert így köszönnek egymásnak. A pingvinek már ezt megtanulták. Minden esetre, hogyha bekövetkezik, amire Judit mondott, hát azt látjuk, hogy a körúton szembe jön velünk egy pingvin és udvariasan köszön, és emiatt felmegy a pulzusunk, akkor időszerű lesz egy kicsit mérsékelni a hívást. Néhány levél és néhány e-mail felolvasása után ti jöttök, tehát miért nem cserélitek le a verebes soha valaki másra? Írja egy e-mail küldő, megmondom, milyen felállást szeretnék. Gálvölgyi, Fábri, Markos, Farkasházi, Csiszár, Bajor és Verebes. A kivető férfi vagy nő? A Verebes cserélit. Mert ha nő lenne, én is megmondanám, hogy milyen felállást szeretnék. Egy másik. Szombaton nagyon szar diszkó van nálunk, ezért nézem a heti hetest. Ezt aláírták, Ágoston György. Azt hiszem, ezt nekem küldték. Megszólítás, szia genya! Tök királya, buksid meg mindened! A Verebesnek üzenem, hogy a szőrös melkasánál jobban érdekel, ami egy kicsit lejjebb van. Farkasházi olyan muci, édes pofikás, mint egy icike-picike, pöckön-pöckölt pocok. A bajornak azt üzenem, az élet olyan, mint egy motor, ha nem megy, be kell rúgni. És ez azt hiszem, megint nekem szó, szia, imádlak, Kata. Drága csiszim, hozzád megyek feleségül.
Ha te vagy a tévében, le se veszem a szemem a képernyőről. Remélem, nem utasítasz vissza, mert akkor hozzámegyek a Gálvölgyihez. Kedves Jenő, így a végén várj még azzal a nősüléssel, nálunk nagyon jó dolgod lenne, az anyukám szerelmes beléd, én is, és van egy nővérem is. Puszi! Puszi, nyuszi! És leges, legvégül egy levél, azt mondja, a kedves Jenő, műsorod szenzációs, ne törődj mások rossz véleményével, mivel ők is nézik a műsorod, és ha rossz véleményük van, az csak azért lehet, mert a műsorban elhangzottak célba találnak. Tisztelt kollégáid kívánságára küldök néhány névjegyet, nyugodtan oszd szét nekik, hadd örüljenek. Csak így tovább, Hajdú Éva, Budapest, kedves Éva, nagyon szépen köszönöm, én ezt át is adom mindenkinek, legalábbis itt a kollégáimnak, Heti Hetes Csiszár Jenő, szivatásos előadó művész névkártyámat, nagy szeretettel. Köszönöm szépen. Nagyon csinos vagy ezen a itt képen. Itt még milyen jól nézel ki, én is azt akartam mondani. Nagyon régi kép. Régi kép, Jenő. Itt még... Jenő, befejezted az e-mailek felolvasását? Nem hiszem. Igen? Lehet még szó közönségkapcsolatukról? Hát ezért én bemutatnálak benneteket, hogyha lehetőség nyílne rá. Mutasd be minket végül. Nem mint, hogyha a kutya nem ismerne benneteket, de hát azért az is sose lehet. Bajor Imre! Múlt héten kicsit nyugodtabb voltam, de nagyon nagy szeretettel köszöntöm Gálvölgyi János. Hernádi Judit. Verebes István. Váncsa István. Pista, az két rádiótelefonot? Nem. Szügyödön? Ez egy rádiótelefon. Ez bekapcsolva, nem. Ugye? Az bekapcsolva. Nem, ki van kapcsolva. Ne viccelj. Te készültél. Farkasházi Tivadar. Egyébként előbb-utóbb nem kell majd kettő, mert előbb-utóbb majd lesznek olyan telefonok már, amiben bele lehet írni a telefonszámot, úgyhogy... Minden telefonban bele lehet írni. Hát igen, akkor minek lehet kettő? Általában a telefon összeköttetés létrejötte, annak köszönhető, hogy az ember... Jó, rendben van, de akkor minek neked az a kettő? ...mindenki célirányos használata révén a számot bejuttatja a készülékbe. Jó, értettelek. A Fidel... Inkább lopjál, Juci, most eljössz. Jó, igazad van, nekem is jó, rendben van. Na, mehetünk. Én kaptam egy levelet, nem állhatom meg, hogy ne olvassam föl. Zaja Fannitól, aki egy kislány lehet, mert nagyon helyes kis micimackót küldött nekem. Nézi a Heti Hetest, van, hogy elalszik, olyankor megpróbálja rávenni apukáját, hogy mondja el a vicceket, de az apuka nem tudja. Viszont a végén ezt írja, összeállítottam egy listát, hogy szerintem ki hanyadik a műsorban. Nagyon vigyázzatok. Hát első... Vajon lesz megint az első? Nem. Ezt neked küldték, hát akkor te vagy első hatszor. Verebes István, második Verebes István, harmadik Verebes István, negyedik Verebes István, ötödik Gálvölgyi János, hatodik is a Gálvölgyi János, és csak a hetedik a Bajor. Tudod, mit mondok én neked, Pista? A hetedik te magad légy, jó? Szemüvegem is kiesett. A Fidesz és az FKGP vezetői megütköztek azon, hogy az MDF meghirdette Békejobb 2000 néven a mérsékelt jobboldali erők összefogását. Az FKGP szerint attól, hogy négy virtuális légy együtt repül, még nem lesz belőlük sas. De szerintem azért... Létszar még lehet belőle. Nem bántanám őket, hát végre a Dávid Ibolya normális hangot ütött meg, és nem csak ez a négy alakulat párt akar jobban lenni egymással, próbálnak másokkal is emberi hangnemet
De ez egy ilyen nagy dolog, hogy emberi hangnemet ütünk. Hát, na, hát látod, hogy a koalíciós partnerei rögtön cinizmussal leszólják. Hát nem divat a finom hangnem, hanem ez a erős minden, de mint mikor a Tarzan a Jane-t fogja, és azt mondja, a Tarzan, hát nem ott van, nem ott van, szóval Tarzan, nem baj, Tarzan erős, fúr másik lyukat. Az a menő. Fájdalmas volt. Na, ide, én amikor megláttam ezt a nagy plakátot, ugye ezzel az öt emberrel, aki a négy virtuális légy, van ilyen, de már értem, hogy miért van, de nem ez a lényeg, akkor azt hittem, hogy egy új tévéműsor lesz. Barátok lesz, igen. Jó. Jó. Ugyan nem erre gondoltam, de ez is jó. Arra gondoltam, hogy rémrendes politikusok. Egyébként tényleg azok, véletlenül ezek tényleg rendes emberek. Egy-kettőt ismerek közülük. Ez engem egy olyan festményre emlékeztet, ami még az 50-es években a Mongol Munkáspárt Központi Bizottságát ábrázolta. Háttérben jurtákkal és tevékkel, birkákkal. Hát ki is vannak színezve, ilyen röcsvégős, és néznek, rémisztő, rémisztő. A vége az egyik bevásárló központ aljában ott van egy garázs, én majdnem nekimentem a falnak. Orbán gyerekkorában nem gondolta a dongóról, hogy repülni tud, aztán mégis. A dongó se gondolta az Orbánról, hogy miniszterelnök. Gyerekkoromban nem gondoltam a kongoló, hogy belga, aztán... E mai estén megpróbálok közmondásokkal élni, gyűjtöttem jó néhány közmondást. Ez egy ősi app, erre a hírre vonatkozik, hogy rájött, hogy a dongó repülni is tud. Egy ősi afgán közmondás, amelyik afgán. Így szól, afgán. Nem baj, ha a vadalma később érik, mert akkor is ehetetlen. De egy előbb-utóbb ő is megtanul repülni, úgyhogy aztán készül. Csak a tárgyszerűség kedvéért hadd tegyük hozzá, hogy a dongó az egy kerékpár segédmotor volt. Azt akartam mondani, igen, hogy a Szászon a házmesterünk, az a kocsmából hazafelé jövett dongó segédmotorral is tudott repülni. Igen, tehát a dongó az egy segédmotor volt, és nem igaz, hogy Orbán Viktor kitépkedte a szárnyait. Megható, mert ebből kiderül, hogy ő is volt gyerek. Hát ez egy tényleg olyan... Jaj, Isten. Én azt hittem rögtön Orbán Viktor. A kormányfő vigadóbeli beszédében a jövő céljaként tűzte ki, hogy mindenkinek legyen három gyereke, három szobája, négy kereke. És a krumplileves legyen krumplileves. Megírtam egyesi, hogy kicsit tájékozottam, hogy öt kerék kell, egy pótkerék azért el kell, de hát... Meg a kormánykerék, ne haragudj már! Az a... Hát az is kéne. Hát ugye... Na szóval az a lényeg, hogy 37, ugye 37 ígéret volt, amiből föl is írt. 37-ből... Nem, 37-ből 5-öt nem sikerült teljesíteni. De 29-et igen. 29-et igen sikerült. Nekem az az 5, az nagyon hiányzik. Az Tedi, te vagy a matem, 37 ígérből 29 teljesült. Azért, mert nem, három elmaradt. Az... Ja, hármat, azt nem mondtad. De nem mondtam, nem akartam húzni a dolgot. Hát az a kifixbe törölték. Melyik az a három? Egy, jó lény. Egyiket sem mondta el. Se azt nem mondta el, hogy mi az a 29, ami sikerül. Jajaj. Nekem is vannak kis, meg nagy dolgai, meg is sikeresen lőni. Az osztrák szabadságpárt vezetője elhatárolta magát régebbi, a nácikat dicsőítő kijelentéseitől a beperelt Klima ex-kancellárt. Az ellene tüntető tömeget vízágyukkal oszlatták szét a Kärntner Strasse-n. Az összecsapásban 52-en sebesültek meg. Tudjátok, hogy, bocsáss meg, hogy miért van olyan meleg Ausztriában? Mert elromlott a klíma. Teljesen érthető, ugye, hogy az a Heider...
Na. Nem, ez nem ez a hírhez akarsz. Te, ez nem a szombat reggeli motyogós műsorod, ez... Nekem nagyon jól jön a dolog, ez a Kertnerstrasse egy csata, mert felesége mindig oda akar vinni, mondom, megjöjjültél, ott vízágyúznak szívem, hát nem megyünk oda. Akkor vesz egy vízágyút, ahogy a feleségedet is. Neked különben is mindegy, tűz vagy víz. Eladná Hitler autóját a pénzhiánytól szenvedő kanadai hadtörténeti múzeum, azt remélve, hogy akár 14 millió dollárt is kapnak érte. G.L. Garantstein. Igazgató szerint a Mercedes sokkal inkább az erőt sugallja, mint a rendszer gonoszságát. Mit álljájozol? Garantsteinnek hívják. Rosszul mondtam? Granát. Rosszul, igen. Granát. Ja, Granátstein. Tényleg. Ennyi volt, Jenő. Az autón lövésnyomok is vannak, feltehetően amerikai katonák lövöldöztek rá a háború utolsó napjaiban. Hát jobb lett volna a háború első napjaiban lövöldözni. Mikor tulaj benne ült, akkor kellett volna. Na de 14 millió dollárt golyószagat a Mercedes, hát itt annyi van Pesten, mint a Pejval. Pár óra alatt 22 autót törtek fel az egri Malomárok utcában. Malomárok. Neked igazadom, hogy tanultál oroszt. Meló, máró. De miért nem ez szebb, hogy maló, márok? Hát, miért nem? Olyan, mintha litván lenne a hír. De a magyarban úgy írjuk, ahogy, tehát úgy mondjuk, hogy ír. Malom árok. Most ki figyelt volna oda egy ilyenre, hogy malom árok? Hát, egyszer játszottunk egy portugál darabban, na. És az egyik kollégám, a Blaskó Péter, olvasó próbán, tele volt ilyen, hogy Fuentes, ahogy az spanyol szöveg, és azt mondja, és akkor másztam Kellafaltól, Kellafal, és mondta a major, hogy Especiel Cellafaltól, Cellafal. Na jó. Szóval pár óra alatt 22 autót törtek fel az egri Malomárok utcában. A kiérkező rendőrök már senkit se találtak, de vártak egy ideig, mire jött két férfi, és újabb kocsik feltöréséhez fogott hozzá. Így elkapták őket, akik hamarosan bevallották, hogy két társuk is segédkezett nekik. Tudod, hogy volt ez a hamarosan? A rendőr előrántotta a fegyvert, és azt mondta nekik, hogy megmondják a társaikat, vagy elessek. Mert akkor úgy eltalálom magukat, hogy meghalnak. Most a Teve utcában egy márványtábla fogja hirdetni a fegyverhasználat közben elesett rendőrök áldozatait. Aradi Csaba felháborodottan tiltakozott Pepó Pál azon kijelentése ellen, miszerint maga kérte volna felmentését a Hortobágyi Nemzeti Park éléről. Egy bíróság viszont villámgyorsan ítélkezett abban az ügyben, hogy Aradiék nem az igazi tulajdonosoknak, hanem a TS-nek fizettek bizonyos földekért. Valamit nem értek. Ha az Aradi csalt, ugye, és átjátszotta a termelő szövetkezeteknek a gazdák pénzeit, ahogy ezt Tordjánék állítják, akkor ugye ki kell rúgni őt. Stimmel. De akkor miért ajánlottak föl neki egy másik vezető állást? Ez teljesen érthető. De hát nagyon valószínű, hogy egyáltalán semmi köze ennek az eseménynek ahhoz, amit mondanak vele kapcsolatban. Melyek azt mondják, hogy a Hortobágy területén egészen óriási méretű birtokok vannak, saját nem elhanyagolható légiforgalommal, megerősítve, tehát fegyveres őrzéssel és a többivel, amit még, hogy is mondjam, az Atya Isten sem közelíthet meg. És ezek az emberek valahogy, ezek a tulajdonosok nem igazán szerették, hogy az Aradi ott a környéken kavar. Ez csak egy olyan pletykaféle. Ezek okos, gazdag emberek, és azt szeretnék, hogyha a Tordján kavarna helyette? Ezek azt hiszem, azt szeretnék, hogyha senki sem kavarna. Akkor miért csak az Aradit váltják le? Úgy én elhiszem, hogy saját maga kérte a felmentését. Annak idén a Trocki is tarkorszúrta magát egy jégcsákánnyal. Déli bábból, arra még nem értek semmit, hogy Déli bábot kivette meg.
kisajátították kormányprogram címét. Illés Zoltán. Szerint. A kisgazda. Pepó Pál. Vezette minisztériumban. Készül. Hulladék gazdálkodási. Törvénytervezet. Annyira használhatatlan, hogy. Azt csak. Visszavonni. Lehet. Na, mit szólsz, hogy na, ugye? Hogyha van egy mankód, milyen jó megy. Egy igen, csomag. Igen, hulladék hasznosítás, Pepó, és együtt kell a szegény dombra. Én egy nagyon-nagyon picit készültem. Na. Na. Nagyon. Roskadó félben van a ház, hámlik le a vakolat, s a szél egy darab födéllel már tudj is te, hol szalad. Javítsuk ki, mert ma holnap pallásról néz be az ég, közbevágott Pepó Pál úr, ejj rá érünk, arra még. Gyerekek, itt pepózunk, miközben temető a Tisza, és nem fog 20 évig kivirágzani? Igen. Ezt mondják, hogy hát eleve kell a folyóba egy kevés cián, ugye, mert egyébként se íze, se bűze, ha szabad így mondani. Azért most valaki öngyilkossági szándékkal a Tiszába ugrik, az nem hibázhat, ugye? Azért szögezzük le, hogy ez borzasztó. Ottlik András élettársával együtt több mint 150 millió forintot csaltak ki vállalkozóktól. Előfordult, hogy a pénzt a parlamentbe vette át Ottlik a gyanútlan áldozattól, aki tekintve, hogy a parlamentben találkozott a csalóval, nem gondolta volna, hogy a pénzét egy bűnözőnek adja át. Hogy Ottlik András hogyan jutott be az országházba, arról ellentmondásosak a hírek. Bement, hát hogy hát? Megnézte a koronát, nem? Igen, például. Úgy ment be, mint a többi kész. Én azt nem tudom, hogy a másik 300 hogy került be a parlamentbe. Nem tűnik föl nektek, hogy benne a parlamentben ennek a 380 valahánynak egyáltalán nem tűnik föl egy bűnöző? Viszont van ennek az Ottliknak egy tökéletes névrokkal, szintén Ottlik András. Aki és felháborodásának adott szegény, hangot. Szegény, felháborodott szegény. Ennyit tudok erről mondani. Szeretek, nagyon. Az MSZP-s főpolgármester helyettes megtartaná, az SZDSZ-es megszüntetni a pesti trolikat. A trolikat, hogy valami viszont Sztálin elvtárstól kaptuk. Igen, de a Sztálin a 74-esnél kiszárt. Igen. Volt nekem nagyon kedves ismerősöm, aki bement a kocsmába, és közölte, hogy mindenki a vendégem. Igen, mondta két ilyen esőkabátos ember, elvitték ezt a pofát, és 4 napig verték egy húzomban. És a 4. nap tudta beigazolni, hogy neki akkor születésnapja volt, és ezért hívott meg mindenki, Sztálin elvtárs halálakor sajnos, csak ő azt nem tudta, mert nem olvasta az újságot. Jaj. De akkor jelent meg, azt hiszem, a Szabad Nép tetején, aztán be is zúzták. Magyar Nemzet. Magyar Nemzet? Igen. Hogy a magyar nép mély megrendeléssel gyászolja Sztalinát. Igen. A keleti Laci bácsék aznap Sztálinvárosba hakniztak, és mondta nekik a kultúros, hogy sajnos Sztálin elvtárs halála miatt elmarad az előadás, mert azt mondta keleti Laci, van gyászmisőnk is. De utána nem tudom, volt a vita, ment a vita, és közben a szervező meg bement tárgyalni, katonák már volt ez. És a katonák kifizették a műsort, és jött, és ez még mindig mondta a Laci bácsi, de hát nagyon szomorúan fogom a duli-dulit énekelni, és jött a szervező, és mutatta, hogy megvan a pénz, abban a pillanatban kellett, hogy ja persze, ha nem, nem! Bánó András a Nap TV keresztüzében Tordján Józsefet nyelvbotlásból földművelésügyi és világfejlesztési miniszternek nevezte. De rosszul mondta, rosszul, a világfejlesztési, jól mondta, földgömbművelési és világfejlesztési, úgy helyett. Az érdekes, hogy a Bánót nem perelte be a Tordján emiatt. Mindenkit beperelt, de nem. Őt nem. Igen. Játsszuk el azt, hogy te ma hazamész, János. Én mikor? Vagyok a feleséged, a Jutka. Én vagyok a feleséged.
Te belépszésen kérdezek valamit. Én hagyd legyek a kutya? Vagy valami? De ekkora füle van ám. Na, és Bassett. Bassett. Nekem múlt időben. Ha formában. De csak ha formában van. Beléptél, én még fönn vagyok, és azt mondom, Jánosom, milyen volt ma a csiszár? Ilyen volt, ilyen. Én nem vagyok benne. Beleugatott mindenben. Ja. De jó. Van vacsora? Van vacsora, mert azt azért megkérdezem. Ja. Darag úgy van, megkérdezem, megnyalhatlak? Szeretnék erre válaszolni. Igen. Igen. De nem mindenhol, csak azon az egy helyen, ahol ő gondolja. Na, akkor inkább leszek papagáj. Én nekem tényleg teljesen mindegy, hogy van rajtam sapka, vagy nincs rajtam sapka. Mindig én szívom. Ismered, amikor a papagáj ott van a lakás, most a feleség felhozza a szeretőjét, és azt mondja a szerető, most fölmászom a csillárra, és onnan rádugrom, és egyenesen akkor onnan kezdjük az egészet. Azt mondja, jó, csak letakarom a papagájt, mert ez mindent elmond a férjemnek. Azt mondja a papagáj, vágjátok inkább a nyelvem, de ezt még akarom nézni. Ulman Mónika Smuk Andorral az oldalán jelent meg a tollas bálon. A szépség és a szörnyeteg. Nem, szerintem akkor az ember elmegy bálba, azt mondja, mit vegyek? Fölveszek egy smukkot magam. Na de ilyen randát? A smuk soha nem szép. Behóvet arany az, igen, de a smuk az... Gyerekek, nem lehet, hogy az Ulman Mónika már tudott valamit, hogy a Playboyban a smuk lesz a Miss Március? Kihajthatósan? És az lesz a tavaszunk, az volt. A tavasz 17 pillanat. Persze azt kéne ezt tudni, mit szólnak ez az emberek. Tudtam, hogy senkinek nem fog leesni. Az emberek nevű zenekarnak a vezetője, a Ulman Mónikának a férje. Nem érdekes? Madonna egy tévétársaságnak azt nyilatkozta, hogy szeretné megajándékozni lányát egy kis testvérrel, de a dolgot nehezíti, hogy nem akar többé terhes lenni. Nem érti, hogy miért nem lehetne a férfi a várandós. Látod? Éppenséggel lehet, de akkor kettessel kezdődik a személyi száma, és Luizának hívják. Igen. Én is azt akartam mondani, hogy nem igaz, akinek sok pénze van, az okos is, mi? Szerintem egy férfi lehet terhes, csak nagyon. Azt javaslom. Az olajügyekkel foglalkozó parlamenti bizottság egyhangulag megszavazta a mobiltelefonok kikapcsolását az ülésekről. Ezzel ki ismerült a hatáskörük. Nem azért mondom, nézzétek a váncsát. Ki van kapcsolva? Ha honnan tudom én azt? És a másik, a tartalék? Ez nem telefon. Szájharmonika. Ez egy nagy haladás, nem? Most ezt így megszavazták, és szerintem egy év múlva valamit szavaznak az olajügyről is, szerintem. Eljutnak odáig. Kitiltják az ügyből az olajat. Azért én még megkockáztatnám, hogy a Dávid Ibolya ügye óta azért ez egy teljesen természetes dolog. Most képzeljétek el, hogyha nem tiltják le ugye a mobil, vagy nem tiltják ki a mobiltelefonokat, akkor véletlenül valamelyik mobiltelefon elsülhet, és ott valamelyik tanút ugye... Kisülhet, azt emlékszem. Mondták, ki kell sütni. Kisfiam, itt volt nálad tegnap a kedvesed, az itt volt. Ez megkínáltad kávéval? Igen, ez kétszer sült el, aztán nem csak egyszer. Foly, malac. Úgyis azt mondták, hogy nekem két dolog érdekel, az Orbán Viktor... Ki nem mond? Ki nem mond? Ki nem mond? Hát persze, megmondom, a másikkal sokkal jobban elmi belődöm. Most néhány percre elbúcsúzunk, reklámot adunk, aztán tuti, hogy visszajövünk. Jó estét! A most bekapcsolódóknak természetesen
Hát azoknak elárulom, hogy a reklám előtt volt egy elég húzós első rész, de most itt a másodikba, remélhetőleg nem maradnak most már le semmiről. Németh Miklós májusban hazatér. A hírre reagáltak a parlamentbe is. Tordján például úgy érzi, őt inspirálni fogja Németh jelenléte a következő választásokon. Szerinte a kisgazdapárt így hatékonyabb módszerekkel éri el választási győzelmét. Nem májusban tér haza, hanem május 1-én, és az emelvényen mondja majd a Megafon, hogy köszönjük pártunk Londonból hazatért dolgozók. Hol született Németh Miklós Jenő? Na, ne segítsetek. Hol született Németh Miklós? Én tudom. Hol? Ezt se tudod? Monokon. Ki született még Monokon? Kossuth. Mi volt Kossuth? Lajos. Németh Miklós. Mi volt Kossuth? Hát azt mondod, hogy Németh Miklós rokona? Nem. Apánk. Mi volt a beosztása, a legmagasabb beosztása? Apánk volt neki. Mi volt a... Legmagasabb beosztása? Kalapjára. Miniszterelnök volt. Később, idősebb korában hol élt? Külföldön. De ő nem akart visszajönni megint miniszterelnöknek. Ez a különbség. Szerintem csak azért jön vissza, hogy a Tordjánt inspirálja. És a Tordján megint azt fogja jönni, hogy megint győznek? Vagy ez a... Én mindig azt hiszem, hogy győztek, nem? De győz is. Csak ti nem veszitek észre. És ő észreveszi? Ő tudja. Ah, jó. És akkor MSZP kisgazda koalíció lesz? Miről beszélsz? Jaj, akkor ez a műsor örök életű lesz. De a Csújt azt mondta, hogy az MTV-ben aljas csalók voltak, mert kisebbítették az Orbán Viktor vigadóbeli beszédét, mert aznap bemondták, hogy jön haza a kis herceg. Idéztem. A Németh Miklós a kis herceg? A Csújka szerint. Ki lehet a róka? Hát ez egy mese, egy mese. A róka az a Lengyel László szerint ugye a Horn Gyula. A Tigris. Akit meg kell majd a Németh Miklósnak szeretíteni, mint a... Szennek szüperi, mit szól ez a kis herceget? Hát aki a kimondhatatlan, most ezt olvassam el. Hát az a pilóta, aki... Az. Szenek szüperi. A Ferencváros klubvezetői a jövőben az eredményességhez kötik a labdarúgók bérezését. Tordján szerint ugyanis a játékosok lényegesen többet keresnek, mint az ő miniszteri fizetése. Pedig a játéktudások azonos. Orvos ismerősöm mesélte nem olyan nagyon régen, hogy egy bizonyos kórházban felmerült a eredményelvű orvosbérezésnek a gondolata, hogy tehát annyit kell amputálni egy hónapban, hogy ugye meglegyen a megfelelő mennyiségű bérezés, meg hát annyit kell. És ez az elv, ez a porbuncnokokra is vonatkozna. Szerintem, hogy annyit kell nekik, mit csinálni? Norma. Van egy norma. Van egy korboncnok, ahhoz, hogy megkapja a prémiumát, ahhoz kérem szépen, mit tudom én, havonta 119 embert kell boncolnia. Szegények. Ha nincs annyi, akkor kerít. És azt nem lehet megcsinálni, hogy egyet többször? Nem, mert elhasználódik. Még hogy varrás mentén már megy szét valami. Jenő, én bekereteztettem azt a fradi, ami eltört, különben nagyon sokan megróltak, hogy eltört a fradi kép, és cserébe hoztam egy kazettát neked. Fradi, nagyon szép dalok vannak rajtam, ezt én vettem neked, és fogad szeretettel. Köszönöm szépen. Tordján dedikációja. Szabadi, énekel rajta? Hát most honnan tudja szerencsétlát, nem tudja hirtelen meghallgatni. Ilyen hangja van körülbelül most, hogy... Négy játékost azonnali hatállyal kizártak az izraeli labdarúgó válogatottból, mert tavaly novemberben a Dánia elleni mérkőzés előtti éjszakán szálláshelyükön prostituáltakkal buliztak. Ez teljesen igazságtalan, mert ezek UEFA ellenőrök voltak,
és csak azt ellenőrizték, hogy ezek valóban izraeli játékosok. Nem ideg elég jó sok. Azt nem tudom, hallottátok-e, hogy Pesten is majd a kurváknak ezentúl elkölcsi bizonyítvány kell. Nem viccelek. Lesz is, aki megadja nekik. Mi lesz az erkölcsi bizonyítványban? Hogy? Mi lesz benne az erkölcsi bizonyítvány? Hát ami bizonyítja, hogy te valóban kurva vagy. Ja, értem. Kedves. De kedves. Miért érdekelt? De várj, hát nem is érdekelt ez, de viszont tulajdonképpen a Dánia-Izrael mesnek mi lett a vég, azt tudja hát valaki? Hát kit érdekel, hogyha már egyszer ott voltak a kupiba gyerekek, hát kit érdekel? 5-0-ra nyertek a dánok. Ja, azért. Hát nem kaptak pénzt. Hát így értem. De honnan tudod, hogy a dánok 5-0-ra nyertek? Utána nézel? 4 hónapja volt. De utána nézel direkt? Mert ha nem tudod, akkor hiányérzet ez ezek van? Fontos események. Hát 4 izraeli kiesett, Pista. Hát ezek tudod, hány állat végül. Olyan nagy baj, hogyha valaki valamit tud. Ez egy nagy dolog ebben a világban. De ekkora baromságot még kell tudni. De jó, mondjuk. Várjál, de én elmondom a góllövőket is. Nagyon csodálkozna, ha én meg a prostik neveit mondanám? Miért csodálkoznék? Egyivásúak vagytok. Az a pálya, amelyet a Fidesz kijelölt a gazdaság számára, szilárd burkolatú és nyílegyenesen visz előre, mondta Orbán Viktor a belügyminisztérium vezetői értekezletét. Azért nem értem, hogyha Orbán Viktor azt mondja, hogy a út szilárd burkolatú és nyílegyenes, akkor a következő mondatban miért ígér a rendőrségnek 2000 terepjárót? Jó. Vére András pszichiáter szerint a fideszes fiúk az egyetemről kerültek a politikába, a parlamentbe. Soha nem volt rendes munkahelyük, így kimaradt az életükből az igazi munka, ezért aztán nehezen tudták feldolgozni a gyors felemelkedést és a hatalmat. Tehát ha jól értem, ez azt jelenti, hogy ezek még most is olyan ártatlanok és naivak és bambák, mint egy falusi cselédlány Pesten, ugye? Na most akkor képzeljétek el, ha egyszer megokosodnak. És milyen nehéz lesz nekik 38 évesen, amikor kinevezik őket nyugdíjasnak? Én szerintem a parlament az rendes munkahely, csak dolgozni kéne benne. Dávid Ibolya a parlamentben elmondta, hogy a köztársasági őrezred parancsnoka is megállapította. Jogszerű volt a miniszteri autó előtt haladó személygépkocsi megállítása és sofőrének igazoltatása, hiszen az illető nem volt vezetésre képes állapotban. Mi a kökéni sofőr, vagy mi? Ki fog derülni, hogy a kocsi is lopott volt, amíg egy kis... Hát, úgy volt, hogy kökéni az egy Ford K.O.-ba ült. De a Pepo például másfél éve nincs vezetése képes állapotban, mégis vezet. Teljesen mindegy, hogy milyen politikusról van szó, kaptam egy e-mailt. Megy a politikus az utcán, és egy házon meglát egy táblát. Gumival 5000 forint, gumi nélkül politikusoknak 1000 forint. Ez megéri. Mondja, bemegy, befizeti az ezrest, vár 10 perc után megkérdezi, hol a nő, mi lesz már? Szóval milyen nő, kérdezi a tulaj. Ez nem bordélyház? Nem kérem, ez bungee jumping. Százezer orosz gázállarcot vitt ki engedély nélkül egy török, azt mondván a határól, hogy polgári és nem katonai, így nem kell hozzá papír. A selejtezésre váró gázállarcokat néhány éve még 500 000 forintért adták el, most 360 000 000 forintért vásárolták meg, de egy szakvélemény szerint 500-at is megér. Ebből megint kimaradtunk ebből a búlóban. A gázállarc rendkívül értékes dolog, tudnélik, hogyha van az embernek gázállarca és denaturált szesze, akkor a denaturált szeszt át kell önteni a gázállarc szűrő betétjén, és meg kell szórni fehér borssal. Nagyon kellemes, kiváló minőségű ital lesz belőle, olyan átmenet a Johnny Walker és a Hennessy között. Gázállarc nélkül nem lehet piálni? Vagy... Én a gázórákat már megbuheráltam, én hallgatok rá. Útkor felszállt a család, de... Mi van a gázállarc szűrőjében? Hát aktív szén, ami a denaturált szeszből eltávolítja azokat az anyagokat, amelyek folytán az élvezeti értéke aránylag mérsékeltnek mondható.
Orbán Viktor úgy látja, hogy a polgári titkos szolgálatokat felügyelő tárca nélküli miniszteri poszton történő váltás két és fél hónapot is igénybe vehet. A miniszterelnök szerint, mivel különleges tárcáról van szó, a szinte észrevehetetlen váltást indokolt. Kövér utódja egyébként valószínűleg Demeter Ervin lesz. Hát egy kedves, aranyos, rokonszenves ember után jön egy másik kedves, aranyos, rokonszenves ember. Észrevehetetlen lett. Most nevezték a Demeter bajszát, hogy ne lehessen észrevenni, hogy már nem a kövér van. Bottal ütheti egyelőre amerikai gázsia nyomát Szvorák Katalin, Illés Lajos, Varga Miklós, Nagy Feró és az evangélikus ifjúsági kórus, akik a Magyar Nemzetgyűlés New Yorki ünnepségén adták elő Illés Lajos magyar énekét. Még az utána következő díszvacsorára se hívták meg őket, végül Jeszenszky Géza nagykövet szerzett nekik meghívót és smokingot. De csak nem pénzért adták elő ezt a szép hazafias művet. Csak szerették volna. Mi? Nagyon szép színlapja lehetett. A zenét Illés Lajos, a smokingot Jeszenszky Géza szerzett. Magánember vagy, mint nagykövet szerez. A Babra Karmal nevű ember, emlékszem rá, hogy menedékjogot kért az akkori Csehszlovákiától, és meg is kapta politikai menedékjogot. Csak arra gondoltam, hogy tulajdonképpen ez az a pont, aminél mélyebb ember már nem süllyedhet, hogy menedékjogot kér Csehszlovákiától, és megkapja ráadásul. De úgy látom, hogy van lejjebb még fokozat, ha az embernek Jeszenszky Géza szerez mokintot. Nincs igazad, mert ő például ilyen jelmezkölcsönző élére nagyon jó volna. Azért gondoltad volna 20 éve, amikor voltak ezek a babos kendők, hogy a Jeszenszky fog neki smokingot szerezni New Yorkban? De végre valamit csinált, hát ne... Aminek legalább volt valami hasznos. De nem biztos, hogy lehet, hogy mint magánember csinálta ezt. Mindesetre a Nagy Ferót megnézném smokingban azért. David Copperfield, orosz turnéjának szervezője, eltüntette a híres illúzionista 7 kamionját, mivel nem kapta meg a várt járandóságát. Copperfield a CIA-hoz fordult segítségért, akik megegyeztek a főleg afganisztáni veteránokból álló program szervezőkkel, hogy ha a bűvész elővarázsol nekik $500,000, vihetik a kamionokat. Az afgánok ezek nagyon tudnak eltüntetni dolgokat. Az afganisztáni háborúban fordult elő egyszer, hogy egy harckocsizó dandár a teljes harci technikáját eladta az afgánoknak, tehát a hadban álló félnek, vodkáért. Tényleg? Igen. Hát az volt a szovjet csoda. Harc helyzetben. Emlékeztek, hogy ledobják és 10 nézetméteres közepben mindent ellop. Nem ismered, mikor az izraeli tank üldöz egy palesztint, aki gépfegyverrel lő vissza, lő, aztán már nem lő tovább, egy sarokba beszorul, kiszáll az izraeli tankból a zsidó katona, azt mondja, na mi van, palesztin, elfogyott a töltényed? Azt mondja, el, és nem akarsz venni? Egyébként nem viccelek, azt tudjátok, hogy a Szovjetunióban volt 20 évvel ezelőtt eltűnt vonatokat felkutató minisztérium? Azt hogy nem tudom, de azt tudom, hogy Izraelben bevezették a Mikulást, és a Mikulás ment a gyerekek, és azt mondta, hogy na gyerekek, lehet vásárolni. Ez a zsidó Mikulás. Most az, hogy ezt az óját az apám adt el a halálos ágyán. Ha már a halálos ágynál tartunk, haldoklik a pátriárka. Mondjon az ide, már nem haladik. Halálos ágy. Legidősebb fiam, Ábrahám, itt vagy? Itt vagyok, apám. Hát, te kisebbik fiam, Izsák, te itt vagy? Itt vagyok, apám. És te, asszony Sarolta, te itt vagy? Itt vagyok, jó uram. Akkor ki van a boltban? Kár, hogy nincsen itten a havas. Biztos lenne egy jó kis történet. Ki lennénk egyenlítve. A te plebejus humorod. Ja, a magyarok szerint Frankfurtban, a frankfurtiak szerint viszont biztos, hogy Ferihegyen tűnt el a 218 millió forintnak megfelelő márka.
Arról azonban hallgatnak, hogy a német repülőtéren 3 órát vesztegelt a gép, mielőtt észrevették, hogy lába kélt az értékes zsákoknak. Ebből lett meg a Copperfield kamionja. Nekem ez a nap hír, most mindegy, nem mondok humorosan, de 20 évig szivattak azzal a 100 málkámmal, hogy mutassak feljegyen. Itt meg 1,6 millió málkára nem tudnak semmit, hogy ez hogy, hogy kell... Miért nem tudnának? Hát mit? Gondolod, hogy tudják. Akik ellopták, azok biztos. Én... Egyébként... Na, mesélj! Egyébként 2 nappal ezelőtt... Én sütött... tudod, mennyit kaptam azért, hogy hallgassak? Györgyi Kálmán legfőbb ügyész arra a következtetésre jutott, hogy a közszolgálati tévé kurátóriumát... Szóval a közszolgálati tévé kuratóriumát, de azt hittem, hogy megint te fogod mondani. Én mondtam végül is. Szóval a közszolgálati tévé kuratóriumát törvénytelenül alkották meg a kormánypártok. Tekintve, hogy a kuratórium törvénytelen, így minden döntése és elnökválasztása is az. Ennek ellenére Áder János azt mondta, az országgyűlésnek nincs tennivalója az ügyben, mert a legfőbb államügyész állásfoglalásának nincs jogi következménye. Ez óriási. Áder János mondatára egy etiópiai úgynevezett tipu törzsnek a közmondása. Idézném, a tipuk a következőt mondják az ilyesmire. Az oroszlán is csak addig a legerősebb állat, amíg egy húsevő virág bele nem harap a seggébe. Hol élnek ezek a tipuk is? Az országgyűlésnek nincs tennivalója, az államügyész állásfoglalásának nincs jogi következménye, és a tévé kuratóriumának minden döntése törvénytelen. De nem szabad jogilag értelmezni az Áder János, hanem le kell fordítani magyarra. Erre is van egy afrikai közmondás, egy tipu másik, szintén. Nem tipu, ez egy másik afrikai közmondás, azt mondja, jól válaszd meg az utitársaidat, mert lehet, hogy útközben meg kell enned őket. Szabó László Zsolt, a Magyar Televízió elnöke úgy gondolta, hogy Szilágyi János 2-esben című műsorában nem szerepelhet sem Verebes István, sem Varnus Szavér. Előbbi túl sokat szerepel más csatornák képernyőjén, másikuk pedig maga mutogató, szólt az indoklás. Hát a Verebes nem maga mutogató különben. Hát a Verebes, ez nem merek hozzászólni, de a 3 neve ezek szerint megmentette a Szilágyi Jánost a Varnus Szavér a 2-esben? Rosszul olvastad, egyetlen egy dolgot nem olvastad rosszul, kihagytak. Kezd csak el a hírt. Nem tudom, hallod, nem olvastam rosszul. Nem olvastam. Tehát ezt nem olvastam rosszul. Kezdjem el. Szabó László Zsolt, a Magyar Televízió elnöke úgy Írd gondolta... Oda, a Magyar Televízió jelenlegi elnöke. Így már kerek és érthető az egész hír, és hát ennyit talán. De, tulajdonképpen csak ez az egy csatorna az, akinek a vezetői megmondják, hogy kik szerepelhetnek a műsorokban? Ez csak így költőileg föltettem ezt a kérdést. Nem rám néztél, ugye? Tehát nem, ezt sehova nem nézek most. Most sehova nem nézek. Csak azt mondanám, én egyetlen vagyok, hogy ha valaki adós, annak nagyon tapintatosnak és udvariasnak kell lenni, szerénynek. Tehát ha nekem ez a fiatalember, akinek a nevét most erre a fél évre már nem jegyzem meg, ha ez... Tartozik nekem, mert tartozik. Most hát már azért nem akar már... látni téged. Akkor nem kell pimaszkodni végül is. Mivel a pénzzel tartozik? Na, nem. Hát nem csak neki. Mivel tartozik? Ne persze, hogy pénzzel tartozik. De én elegáns vagyok. És nem követelem. Mert még egy ilyen kézből még átvenni a pénzt is elég pengli, úgyhogy... Elnézést, de akkor beszéljünk rólam, ne haragudjatok, csak most már kaptam egy... Hát sokat kaptam, aztán tisztelt művész úr, el csak biztosítani akartuk, hogy mi már tudjuk, mert egy 2 lábon járó Isten...
egy megtestesült csoda, klubtagjaink bálványa, és hogy szeretjük még azzal a huncut sárga nyakkendejével együtt is, tisztelettel a néhai, Isten nyugosztalja, a néhai debreceni Bajor Imre fanklub. Jó, most Becsesze nem akar... Nem is hozakodtam volna elő. Kedves Imrus, szeretném, ha tudná, hogy Woody Allen után önnek van a legjobb testfelépítése. Aki nevetett, majd az adás után várjon meg, jó? A Jenő itt forgatja a filmjét, ezek. Nincs, de nincs vége. Imádom Düled... Mi? Imádom düllető izmait, vastag bajuszát. Szeretném, ha tudná, hogy nálam még mindig jön az első számú színész. És a Gábölgyi valahol hátul kullog. Imádlak, kedves kis pofazacskósz, pockocskám! Itt az a debreceni állatkert. Ennyi volt mára, a telefonszám az 061-203-0253. A levél cím, amit már a műsor ellen is mondtam, 1119 Budapest Sopron út 40, az e-mail cím ugyancsak hetihetes@rtlklub.hu, amit hétről hétre itt a műsor végén elmondom, és elmondtam, jövő héten remélem, hogy ugyanígy elmondom, mert akkor azt jelenti, hogy lesz egy jó műsor, addig is viszontlátásra mindenkinek.